Szalagavató, maturandusz, nagykorúsítás, sokféle megnevezéssel illetik azt az eseményt, amelynek keretében egy tanintézmény diákjait a közösség felnőtt tagjaivá avatják. Ilyenkor az iskola vezetősége átadja a szimbolikus jelentőséggel bíró szalagot a tanulóknak. Korondon a 2023-2024-es iskolai tanévben egy turisztikai technikus profilú osztály végez, 6 lány és 13 fiú, idén ők voltak az ünnepség főszereplői. A lányok ezüst színű estét, a fiúk fehér inget és fekete nadrágot, valamint a lányok ruhájához hasonló színű nyakkendőt viseltek. Mindenki nagyon elegáns volt. A vészősök szalagja szimbolikus jelentéssel bír. Ez az iskolához való tartozást jelenti, amelynek gondoskodása alatt cseperedtek fel a diákok. Tekintélyt is ad, hiszen a szalag szemmel láthatóan sugallja, hogy a viselője túl van már a középiskolai tanulmányainak a nagy részén. Ezzel párhuzamosan a gyerekkor lezárásának is az első mozzanata és a szalag fertőzése, hiszen már csak pár hónap választja el a végzős diákokat a ballagástól és az érettségitől, amely hivatalossá teszi a felnőttek világához való tartozásukat, és már meg is érkeztünk a maturandusz szóhoz, amely szintén latin eredetű, jelentése pedig érettségiző, érettségi vizsgára készül. A vidékünkön használt nagykorúsítás elnevezés a jogtudomány szerint azt jelenti, hogy olyan kiskorú szemét, aki ügyeinek önálló végzésére, teljesítésére, intézésére képes, teljes jogi cselekvőképességgel ruházza fel. Kedves szülők, bármely megnevezését is taglaljuk a mai ünnepünknek, egy biztos. Az előttem álló kincseik már nem gyerekek. Gondolom, ennek jeleit már mindannyian megtapasztalták, és örömmel, féltéssel, csodálattal, de ugyanakkor aggódása állnak az új kihívás előtt. Mert kihívás. Megtanulni, megtartva elengedni, és elengedve megtartani azt a kis embert, akinek eddig minden lépését megtervezték, irányították és követték. Ez véget ér lassan. Mérő László pszichológus azt mondja, onnan tudjuk, hogy a gyerek kezd felnőni, hogy elkezd olyanokat kérdezni, amikre van válasz. Kedves pedagógus kollégák, tudom, hogy minden lezárunk fejezet végén, az elengedett generációk minden egyes tagja ott marad a szívünkben, és hisszük, hogy diákjaink is tovább visznek belőlünk egy-egy gondolatot, érzést, egy tőlünk tanult szívbeállítást. Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy ezek a gyerekek egy kicsit a mi gyerekeink is. Kedves gyerekek! Kedves nagykorúsításotokat ünneplő 12-es diákok! Újdonsült felnőttek! Óriási változás mutatkozik életetekben. A legnagyobb talán az, hogy önálló döntéseket kell hoznotok, és felelősséget kell vállalni a döntéseitek. És megsúgom, minden döntésnek következménye van. Pilinszky János értekesen elmérkedik a felnőtt és a gyerek témáról. Szerinte a felnőttek általában lehetetlenül gazdálkodnak az idővel. Örökös várakozásban élnek, múlt és a jövő szakadékában. Egyre várnak valamit. Hol lesz? Míg nem, elérkezik a haláluk órája. Nem így vannak a gyerekek. Ők egy szabad órába, egy délután
vitámba egyetlen percükbe is életük egészét ömlesztik bele, ahogy csak a nagyon gazdagok tudnak és mernek költekezni. Míg a gyermekkort kinőjük, ha vigyázunk, a lelki gyermekséget magunkban aláig megőrizhetjük, mondja a költő. És ugyancsak az ő szavait ajánlom nektek hitvallásként a felnőtt életben, amely így hangzik. Jó akarok lenni mindenkihez. Átlépni önmagamon, átlépni önzésemen. Kinyílni, szeretni, élni. Nem hős akarok lenni, hanem jó. Kedves nagykocsikot, őszintén kívánom, hogy mindig legyen önbizalmad, erő, hite, és tud, fény vagy te is, lopogj hát, melegíts és éges, hinned kell, hogy a világ teremben is éges. A polgármesteri hivatal részéről Szász Attila fogalmazott meg néhány útra való gondolatot a végzősüknek. Kedves diákok, a mai nappal megváltozik az életeteket. Egy új korszak kezdődik számotokra. Mostantól a társadalom teljes jogú tagjává váltok. Itt kihangsúlyoznám azt a szót, hogy teljes jogú, mert a jogokkal egy sor kötelesség is jár. Még pár hónap és eladjátok az iskola védő falait, Istápoló biztonságát, és a nagybetűséhez zajló forgatagában találjátok magatokat. Kedves végzős diákok! Szeretném, hogyha pár év múlva találkozom veletek, ugyanezek a derűs bizakodó arcok fogadnátok, mert Petőfi szavait idézve, az élet cím boldogság belép, fáradni kell ezt a célt előtt. Úgy ingyen, ahhoz senki sem jut el, ahhoz nagyon sok mindenféle kell. Becsülettől során tért, sem indulatból, sem pedig díjért. Szeresd hírem fel barátaidat, ne mondd fúj köztem, s más köztagidat. A honnevét, a drága szent hazát, szívednek lekisztább helyre zárt, s imád az Istent, s mindenek felett árult erősen költeményeimet. Én azt kívánom számotokra, hogy legyen ez a fáradozás, a boldogságra jó, minél rövidebb, és göröngyöktől mentesebb. Most, hogy nagykorokkal vártok, üdvözöllek bennetek a felnőttek világában, kívánom, hogy minél könnyebben boldoguljatok útvesztélyben, mert Proust szavait idézve, a bölcsességet nem úgy kapjuk magunknak, ezt fel kell fejezni, oly út után, amelyet senki sem tehet meg helyettünk, senki sem tud tőle megkívülni. Jól érzétek meg, három dolog soha nem tér vissza. A kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmozdulat. Fontos számunkra, hogy a kezetekben lévő kincset elnök bocsánat érjétek, hanem őrizzétek. Gyalapítsátok, és majd adjátok tovább gyermekeiteknek, akiket aztán majd reméljük, hogy szintén a kolondi szakképviskolába küldtök, megsokszorozni a tudás maguk és utódai gazdagítására. Ezen a mai ünnepen jelentkezünk rátok. A kolondi szakközépiskola jelét, a mi iskolánk szellemiségének a jelét. A ti utolsó itt töltött életek jelét, a jövőtök iránti felelősség és elmégség jelét. És végül szeretném figyelmetek ajánlani Steve Jobs alábbi gondolatát. Az idő véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét élet. Ne engedd, hogy mások véleménye túlhasonlja a saját belső hangodat, de ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni. Ők valahogy már most tudják, mire akarsz várni valójában. Kívánok sok boldogságot és beteljesülést az életben, a közelebbi érettségizságot pedig kiemelkedő eredménnyel záruló szereplést. A köszöntő beszédek után a 10. A osztály diákjainak műsora következett, amelynek keretében bemutatták az óvodás, 1-4-es, 5-8-as, illetve liceumi éveket egy-egy humoros, olykor vicces jelenet formájában. Gyertek hamar, kezdődik a súlybőrzet. Ha a város legjobb iskolájába szeretnél járni, versenyek
egyről letekinteni, akkor nálunk van a helyet. Én versenyből nem leszek. A színusz koszinusz is kell az élethez. Na, az enyémben nem hiányzik. Szerintem inkább gyertek a refibe, sokkal lazább, mint a gimiben. Ha a konyhás néninek mosolyogsz, extra adaggal gazdagodsz. Hétfő reggel még pont az ájtat hiányzik az életemből. Egy héten egyszer vele fél, mékesség Istentől. Patka vagy a pont középen, ahol a lányok vannak többségben. Az izgatók szakszóval, ha nincs egyenruhád, nóta vár. Anyanyelvünk már szinte angol, már kémia fizika, annyira nem kapol. Felelmeníteted ovis, ennyi egyes éveidet, miközben a pedagógiát ízlelgeted. Na nekem egy angol kémia? Vagy fizika óra? Hát az kínai lenne. Még pont egy pedagógus hiányzik a családunkból. Hangolódjunk a pallóra, ahol elég jó a grafika. Nem kell ide egyenruha, elég lesz a turistúnya. Az én hangomat az iskola ablakai nem bírják meg. Ez pont nekem való, turiba most van az akció. Ha úgy vagy vele, minek neked középsúly? A Murok Egyetemet neked találták ki. Nem így magyarázz annyit, kell menni macskát herélni. Aki akar, az jönjön. Felállt a felemész, a falu mihály mineszkodisz. Lábam a vedérbe, lárj vedérbe. Csinál rá minek a minek. Milyen vedek? Nem értek én visszafelé. Vigyük végig lazán ezt a 4 évet, az Intriben támogatnak bennünket. A könyveket csak lapozott rongyosra, a napi könyvelést elvégzett pontosan. Ha az érettségid akarod sikerül, konyhára szakácsnak, ha kell bekerülsz. Minden kaja mi jó, irányra lehetett. Helyben a korodi szakközépiskola, érettségi mellett vagy útban ott a szakdiploma, és ingázod sem kell soha. Az intrit sem kell fizetned, állhat a gasztróbankba beteheted. Tanulmányaiddal a falu hírnevét növelheted, iskola elé szobrodat tervezheted, turizmusban helyet megvelheted. Irány a korodi iskola! Ezt követően képeket vetítettek ki a végzősökről, a továbbiakban az ünnepelt nagykorúak táncát látták a korondi Pál Lajos művelődési házban összegyűltek, amelyre hetek óta készültek. A táncot Gál Erzsébet Emőke tanárnő tanította be nekik. And under all of them.
Korondi szakközépiskola számunkra nagyon sok élményt nyújtott és sok tanulást. Azért választottam ezt az iskolát, mivel nekem is voltak céljaim, viszont arra döntöttem, hogy inkább itt helyben, a családom támogatásával, itthon fogom folytatni a tanulásaimat. Így minden nap itthon lehetek a családommal, és helyi környezetben lehetek a barátaimmal. Szóval ezért választottam leginkább. Az elmúlt 4 év az adott hideget, meleget is, de leginkább nagyon sok új barátságot adott, új ismeretekkel gazdagodhattunk, és rengeteg sok boldog élményünk lehetett a barátainkkal, illetve a tanárainkkal, szóval nagyon nagy élmény volt ez a 4 év. Hamar elrepült, de a szívünkben az biztos, hogy sokáig fog élni. A jövőre a terv az mindenképp egyetem lenne, a közgazdás szak, ami persze a sikeres érettségitől függ, viszont ahogy én is, és az osztálytársaim is megpróbálunk megtenni mindent, igyekszünk a sikereket elérni, és egy olyan szakmát választani, ami az életben előre visz, és minél jobban tudunk érvényesülni. Ez a cél. A műsor talán legszebb momentuma a szalagok feltűzése volt. A felnőtté válás szimbólumát Tófalvi Rozália igazgatónő és Csapó Ildikó aligazgatónő közreműködésével kapták meg a végzősök. Kezdett a pillanat, amikor hivatalosan is nagykorúvá nyilvánítunk. Nagy szeretettel kérlek, hogy ahogy szólítunk, gyertek és vegyétek át a megpecsételt igazolvány. Bács Csenge Orsolya, Balázs Bence Barna, Csiki Simény család. Dukak Mária. Fábián Lajos. Hegedűs Gyöngyvér. Imre Arnold. Józsa Árpád Zsolt. Kelemen Bálint György. Kral Lóra. Lóra. Lőrinc Nóra Nikoletta. Lőrinc Attila.
Lőrinc Nóra Evelyn. Lőrinc Roland Levente. Makó Krisztián. Máté Erzsébet Larissa. Molnos Bernadett Margit. Vajda Csaba. Tófalmi József Milán. És végül, de nem utolsó sorban, Maruzsán Sándor tanár úr. Képen is jól köztet. Szeretettel gratulálunk, és boldog felnőtt éveket kívánok. Ezen az estén azt kívánjuk nektek, soha ne érjen titeket csalódás. Lélekben maradjon bennetek mindig a boldog és fantáziadús gyermek. Találjátok meg a szépet mindenben, amivel foglalkozni fogtok. Soha ne fogjon el motivációtok, és legyetek talpra esettek az élet kihívásaival szemben. Hisz, ahogyan a mesékből tanultátok, a jó előbb-utóbb győz. És bár le kell majd mondanatok néha a varázsköpenyegről, azaz áldozatot kell hoznotok a cél elérése érdekében, ne feledjétek, hogy végül minden derék királyfi megkapja jutalmul a birodalmat. Mindennek a kulcsa a kitartás, a megfontoltság, a jó lelkűség és az őszintesség. Itt az idő, hogy erényeiteket felhasználva nem sokára szerencsét próbáljátok a nagyvilágban. Felnőtt utatokat kísérje mindvégig az isteni áldás, szerencse, optimizmus és az elemózsia, melyet 18 éven át gyűjtöttetek batyotokba. Kívánják szeretettel a 10A osztályos diákok! Ez az osztály ezelőtt 4 évvel kezdte tanulmányait a Zsugornik szakközépiskolába, pontosan egy nehéz periódusban, a pandémiának az első évébe kezdtük az osztályt, úgy, ahogy tudtunk, összekovácsoltuk őket osztályközösségé, kezdtük online oktatással, majd folytattuk fizikai jelenléttel, majd utána tudtunk osztálykirándulást talán már első év végén, a szabadot hanemben megejtettük úgy, ahogy tudtuk, és végül is 12-re egy gyönyörű szép osztály kovácsolódott belőlük. Legemlékezetesebb pillanatok, mindenképp a közös minőségi idő együttöltése, például kirándulás, önkénteskedés, szemétszedés, patakmedek tisztítása, minden olyan mozzanat, ami szorosabbá tette köteléket köztem és köztük. Újdonság volt idén, hogy a nagykorúsítási ünnepséget a 10. osztályosok szervezték, ugyanis jelenleg nincsen 11. osztály a Korondi iskolában. A szervezők derekosan helytálltak az új helyzetben, egy szép és színvonalas eseményt sikerült összehozniuk diáktársaiknak.